szórta boldogabb. Petőfi egyik ismert verse szólt a Sóstói Múzeum faluban. A Skanzenben a költő születésének 200. évfordulója alkalmából nyílt rendhagyó kiállítás Petőfi az étlapon címmel. Az interaktív néprajzi tárlat helyszíne ez az újonnan kialakított vendéglő, ahol tányérok helyett laptopok várják a látogatókat. A menüben 12 versen keresztül kaphatnak szellemi táplálékot a vendégek. A gyűjteményünkben Petőfi relikviák nem találhatók, ezért adva volt az ötlet, a tematika, hogy mi a költészet és a néprajz kapcsolatára fókuszáljunk. Ezért gyakorlatilag olyan Petőfi verseket választottunk az étlapra, amelyek megértéséhez tulajdonképpen néprajzi ismeretekre van szükség, mert azok a népi kultúrához kapcsolódó tárgyak, eszközök előfordulnak bennük, amelyek gyakorlatilag Petőfi korában a hétköznapi valóság részét képezték, de napjainkban, mivel ez egy eltűnt kultúra, gyakorlatilag a hétköznapokban nincs jelen, tehát ha valaki ezekkel az eszközökkel meg szeretne ismerkedni, akkor múzeumot kell felkeresni. A Petőfi az étlapon című kiállítás az év utolsó tárlata a Sóstói Múzeum faluban. A Skanzen már most rekordszámú látogatót könyvelhet el erre az évre, hiszen több mint 100 000-en voltak kíváncsiak a szabadtéri programok mellett az idei kiállításokra is. Az évadot húsvétkor kezdtük egy önálló kiállítással, egy állandó kiállítás nyílt meg, amit a Hungarikum pályázat jóvoltából tudtunk megalkotni. A Túr Istvándi csűrme Jánkmajtisi portán látható, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értéktárának elemeit mutatja be. Ez egy nagyon-nagyon jó felütése volt az évnek, hogy egy ilyen kiállítást nyithattunk meg. Ezen kívül 4 vendégkiállításunk volt, melyek közül kiemelném a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Handlétól a Grand Café című kiállítását, amit Szent Iván éjszakáján nyílt meg, és hát természetesen jó zárás, ami nyitás is egyben, az a vendéglőnk megnyitása, a Kalamáris vendéglő, mely a Petőfi 200. évfordulójához kapcsolódóan nyílt meg. Ez a kiállítás látogatható lesz még a téli időszakban is. Bejelentkezett csoportokat várunk, nagy szeretettel általános iskolákat, középiskolákat pedig kiemelten, hiszen múzeumpedagógiai programokat is készítettünk erre az időszakra. A Petőfi az étlapon című időszaki kiállításra a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 kollégiumától 18 millió forintos támogatást nyert a Sóstói Múzeum falu. A tárlat 2023. május 31-ig látogatható.